Na, hát sziasztok, sziasztok, kedves emberek! Fórum 12 vagyok és íme egy kritika videó. Hát, igazán van az én csatornámon egy ilyen fajta videó, de azért elmondom a véleményemet. Most, most került a mozikba a Bad Boys 3 Mindörökké Rossz címmel, és uh, 17 év, kemény 17 év telt el a második rész óta, és 23, hogyha jól tudom, akkor 23 év telt el az első rész óta is. Uh, jó, kezdjük is akkor rögtön az elején. Hát én elmondom őszintén, ezt a film sorozatot, ezt a szériát ismertem, de nem igazán néztem. Az első részt úgy, ahogy láttam, de nekem nem nyerte el annyira a tetszésemet, Michael Bay rendezte, ugyebár az első két részt, és uh, most, hogy Michael Bay én igazából Michael Bay-t a Transformers szériából ismertem meg. Michael Bay egy olyan rendező, akiben van egy kis kreativitás. Nos, az első részben is nagyon jól megvillantotta a tudását, és ezzel nagyon nagy sikereket ért el az első rész után. Amikor megjelent 2003-ban a második rész, hogy már megint a rossz fiúk... Ö Szerintem a második részlet az 2000-es évek elején a legjobb. Én is azt mondom, mert én is láttam a filmet. Véleményem szerint a második rész is nagyon jól uh, tartogatott meglepetése, meglepetéseket, így is, úgy is. Uh, um, Hát igen, ott voltak kőkemény beszólások, meg volt benne egy alaphumor, meg hát magát a karaktereket is lehetett szeretni, a történet nagyon jó volt, a kivitelezés sem volt rossz. Tehát azt kell mondani, hogy egy csillagos ötöse levizsgázott a második rész, a második fejezet, hogyha jól akarom fogalmazni, nem is akarom annyira túllacafacázni, az első két részre illik. No de... Sokan úgy gondolták, hogy nem lesz ebből egy harmadik rész. Nem lett. Én is azt gondoltam, hogy amikor megnéztem a második részt, igaz, hogy még előtte néhány nappal a... Amikor megnéztem a mozikba, a moziba, hogy ennek nem lesz egy harmadik része. Bevallottam őszintén, bevallom őszintén. De aztán hallom, hogy lesz Bad Boys 3, mindörökké rossz fiúknál néven. És uh, én úgy gondoltam, hogy ez egy végső lezárás uh, az összes, uh, az egész kalandra. Tehát mondjuk uh, igaz, de most először még nem a filmről beszéljünk, hanem még az előkészületeiről. Uh, most már nem Michael Bay dirigálta ezt az egészet, hanem egy rendezőpáros állt össze, és megcsinálták ezt a nagyon... Faszántos Bad Boys 3-at, és ö, meg is mondom nektek, hogy akkor melyik az a, kik azok a rendező párosok, akik rendeztek ezt a filmet. Bilal Falai és Abdi Elárbi, El tehát ezek ilyen, ö, hát nem is akarom olyan, mm, hát igen, belga, meg féléig ilyen. Ö, Hú, hogy is mondjam, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez a két rendező páros rendezte ezt a kótikus filmet, hogyha mondhatnám ezt. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy Michael Bay nem vállalta a harmadik résznek a rendezését, ahhoz képest ez a rendező páros nagyon jó felvette a vonalat vele. Tehát hagy, uh, kitöltötte azt a hatalmas űrt, amit Michael Bay hagyott, és uh, a kezei alá vették tulajdonképpen, és tőle vették tőle egyébként az ötletet Michael Bay-től, hogy mit csinált az második, illetve az első részénél. Uh, sokan mondják azt, hogy az első résznek a forgatókönyvírója nem nyerte el a tetszését, tehát a forgatókönyv nem nyert el a teszt, és sokan azt mondják, hogy az első rész nem lett annyira sikeresebb, mint a második rész. De véleményem szerint a harmadik rész is egy nagyon jó film lett. Tehát véleményem szerint mutatnám, hogy ez egy nagyon jó lezárás lenne az egész ö, ö, szériával. Csak hát nem lesz vége még a kalandoknak. Ö, 17 év. Mi volt ebben a 17 évben? A a, amikor megjelent a Bad Boys 2, és utána jöttek sorra a 2000-es években a, cool, a nagyon jónál jobb filmek Will Smith kapcsolatos, hogy ó, néztem ilyen videókat is, hogy ő nem kapott annyira ö, nem, nem hívták annyira ö, annyira nagy filmekben. Tehát például mondhatnám a, a nagy filmnek is, mondhatnám akár a Menu Black-et is, tehát ott is a második részt is megcsinálták vele, vagy a Menu a, a Black sériát akkor az Én a Robotot, tehát sorolhatnám napokig ezeket a filmeket, amikben ő szerepelt, És az utolsó filmját, amit én úgy láttam, az a genemen volt, vagy nem tudom, hogy hívják azt a filmet, egy kívülről nem tudom, de azt nem láttam azt a filmet, de még az öngyilkos osztagban is szerepet, de ami az egy nem annyira jó film, kritikákból nézve, és most 17 év elteltével újra nekiállt, és felhív, felkérték a Bad Boys-ra, mert ők Martin Lawrence-szel egy, egy felejtetetlen páros talkottak ebben a év, évtizedek, évtizedek vagy évezredek óta. Tehát a kémia még most is megvan náluk. Tehát a Bad Boys 3 ból látszódik az, hogy még most is a két szereplő között megvan még az a kémia, ami az első és második részben volt. Második részben volt, első és második részben volt. És és hát nem tudok mit mondani, a poénok ugyanúgy valamikor a gatyába vizelek, uh, valamikor olyan vannak, hogy foghatod a fejedet, és vannak drámai pillanatok is, most nem, nem akarok spoilerezni, az nem is arról megy most ki a játék, hogy spoilerezzek a filmből, akik nem látták, hanem inkább csak elmondom a véleményemet. A véleményem, egy tízes skálán, de még nem szeretnék mondani. Visszahozták a régi karaktereket és a régi szereplőket is a második részből, jöttek azért újak, és még a leg, még azon is meglepődtem, hogy visszahozták a Bad Boys-nak az eredeti zenét. Tehát amikor meghallottam a film közepe vagy olyan, igen, közepén a Bad Boys-nak az eredeti zenéjét, amióta ez a széria tart, nagyon jó volt hallani, újra felcsendült el, hogy ez a nóta. Uh, azt kell, hogy még mondanom, hogy halljátok egy kicsit angolon is, hogy egy kicsit mosolygok is, mert most eszembe jutottak azok a jelenetek, amikor ezek szíj, uh, szívják egymás vérüket. mi meg Martin Lawrence a filmben. Hát itt a második részben tulajdonképpen, vagy mint az első résztől kezdve ezek, úgymond a filmben uh, uh, szívek egymást férjét. Tehát nem tudok már más szót kitalálni erre. A véleményem szerint lehetséges, hogy lesz még egy folytatás belőle, de én még azt mondom, hogy ez a film drámairag, drámai, a dráma megvan benne, az akció megvan benne, a humor megvan benne, a a, a, a környezet is ugyanaz, tehát Miami-ban játszódik, napsütötte Miami-ban. Hát hogy a következő rész, hogyha lesz a következő része, már pedig lesz, akkor már. akkor szerintem egyszer el kellene szakadni Miami-tól, egy új helyszínen játszódni. Tehát, tehát, hogyha mondjuk más helyszínen forgatnak, akkor már nem olyan lenne, nem bad boys lenne a bad boys, értitek? De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a bad boys nem, nem lett annyira rossz. Egy fasántos film lett, tehát egy harmadik része egy nagyon jó volt, csak egy kicsit elhúzták. Mi az, ami változás történt ebben a 17 év alatt? Hát igen, öregszik az ember, de hát egy kicsit, hát ahogy látjátok, Martin Lawrence egy kicsit pocakosabbra vette a a témát, hogy láttátok szerintem az előzetesben is, akik látták legalább a filmet, vagy a trailerét ma, nagyjából, azért látszódik, hogy nagyon sok kilót főszedett ezután, ezzel alatt, 17 év, alatt, 10 év, 17 év alatt, nem csak Lawrence, hanem Will is, tehát azért látszódik, hogy Kirunktak egy kicsit a hámból, tehát azért elengedték magukat. Uh, Vízmész szempontjából szerintem ez egy újabb fellendülés, hogy a reflektor fénybe, hogy ő, kapja, ő kapná a jobbnál jobb filmeket. Hát majd meglátjuk, meglátjuk. Uh, igen, tehát uh, én azt mondom, hogy egy tízes skálán egy tízes mondok erre a filmre, tízből tíz. 10 uh, 10 per 10, bocsánat, 10 per 10. Uh, hát nem lehet többet adni, 10 pontnál többet, úgyhogy én, én mondaném, hogy 20-asat adnánk, vagy 100 százalékot, tehát egyszerűen megvan benne az a hangulat, ami egy bad boys filmbe kell. A poénok jól elsülnek, a karakterek szerethetőek. Tehát akik látták a második részt, vagy pont, hogy az első két részt, mert én az első részt nem láttam, a második részt, én mondom inkább már az első két részt, akik látták és nagyon megszerették azokat a karaktereket a filmben, azok nem fogják, meg, azok nem fogják megunni amúgy a harmadik résznek a nézését sem. Kiknek ajánlom és kiknek nem? Hát kiknek nem ajánlom azt, hogy ők nagyon el, nem tetszik nekik a harmadik részt, meg inkább csak az első két részre hajlamoznak, mert Michael B. sokkal jobb, amik ő rendezett. Meg hát azért elmondanám azt is, hogy ö, akik nem szerették a túlzott CGI-t, tehát, hogy ö, túl sok benne a CGI, azoknak sem ajánlanám. Hogy egy olyan filmet figyelni, hogy tele van CGI-ja. Én engem az nem zavar, én, én az meg szoktam lepődni, hogy nagyon nem spóroltak ki belőle semmit se. Ezeket, ezeknek az embereknek nem ajánlom a filmet. Azoknak ajánlom a filmet, akik szeretik a Bad Boys szériát, és ö, a kedvencük Martin Lawrence Will Smith, meg hát azért a poinokat is nagyon szeretik. Olykor-olykor nagyon furák, de a poénok, mondjam, de még egyszer mondom, akiknek ajánlom, akik szeretik a szériát, illetve nagyon szeretik ezt a két páros, illetve azt, hogy már várták a harmadik részt, hát én sem vártam annyira a harmadik részt, ez váratlanul ért engem, és öö, szóval ja. Azt kell, hogy, mondjam, hogy a Bad Boys 3 nagyon tarolt a mozikban, e, nem csak külföldön, Magyarországon is. E, állítólag 65 millió dollár lesz majd a bevétele, azért nagyon megelőzte a Robert Downey Junioros filmet. Hát, hogy mit fog alkotni majd a halálos irabban 9, fel tudja elvenni a versenyt a Bad Boys-szal, az majd áprilisban kiderül, vagy májusban. Idén májusban, vagy áprilisban fog megjelenni a Halálos Iramban széria új része. Hát, hogy össze kellene hasonlítani, hogy a Bad Boys vagy a Halálos Iramban a jobb? Hát, véleményem szerint, igaz, hogy ez egy kritika videó, de attól függetlenül hajlomozok egy kicsit a Halálos Iramban szériához, mert azért uh, hamarabb ismertem meg a Halálos Iramban, mint a Bad Boys. Tehát a Bad Boys-t az csak uh, haverom... Uh, úszkolt rá, például hát azért néztem belőle részleteket, de veset a filmből, de nem néztem végig eddig. <laughs> És és ja, még elfejtettem még mondani, akik még ajánlanám a filmet, hogy akik látták már a harmadik részt, azoknak ajánlom többször is megnézni a filmet, mert egyébként nagyon jó. Igaz, hogy csak én csak egyszer láttam, de amit, hogyha megjelenik, vagy a DVD változat, vagy onlineban, nem mozisan, akkor egyből megnézem többször, mert ez egy széria. És az első há a szériához tartozik, és az elsőtől a háromig meg kell nézni, mert úgy a jó. Na szóval, hol tartottam? Ja, igen, hogy a halálos Üh, inkább a halálos az nem lett annyira jobb, de majd meglátjuk, de hát abból is fogok meg csinálni egy kritika videót a halálos 9-ről, hogy mit mondok arról. Összegezvén én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó lett, nem tudok rá haragudni. igazából egyetlen egy dolog, hogy olykor-olykor a poénok valamikor nem annyira jók, meg hát a dráma is egy kicsit csalafinta, de megpróbálták ezt bele, belesűríteni. Úgyhogy véleményem szerint a Bad Boys mindörökké rossz fiúk, egy tízes skálán 10 per 10. Nem, nem azt mondanám, hogy élvezhetetlen, hanem pont, hogy az ellentétje, élvezetes a film. Nagyon lehet rajta nevetni, illetve nagyon lehet szórakozni rajta. Ö, még egyszer mondom, 10 per 10, lehetne 100 per 100, 100 per 100, én akkor is szeretni fogom ezt a filmet. Nos emberek, ennyi lenne már ez a mai videó. Remélem, hogy tetszett, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én 12 voltam a továbbra is. Hogyha érdekel a, ezek a kritika videók, akkor ne felejtsen egy hatalmas nagy lájkot nyomni. És hogy miből lesz majd kritika videó, azt majd meglátom. Na, szevasztok! Legyetek jók, ha tudtok!